Sziasztok, ez itt a Handball Eszköt Kézilabda Oldal podcastja, ez a harmadik kiadás, és hát egy olimpiai kvótával gazdagabbak vagyunk, mint az első két alkalommal, erről is fogunk természetesen beszélni, illetve szóba kerül majd a Veszprém és a Szeged hétvégi rangadója, ennek kapcsán pedig kitekintünk majd a két csapat bajnokok ligája esélyeire is. Engem Víg Martinnak hívnak a mai napon, és itt van velünk Sellei Zoltán, Eperjesi Tibor és Furák Dániel. És azt gondolom akkor, hogy a fontossági sorrendben nem is kezdhetünk másra, mint a női válogatott olimpiai kijutásával. Ugye 2018-as Európa-bajnokságon még Kim Rasmussennel lett hetedik a csapat, ennek köszönhetően vehetett részt az olimpiai selejtező tornán, amelyet sikerrel megvívott, Szerbiát győzte le a kulcsmérkőzésen, majd egy tét nélkül találkozón Oroszországtól kikapott. Hogy láttátok ezt a hétvégét? Mik röviden az első reakcióitok? Pozitív, teljes mértékben. Szóval az, ami félemeink voltak, mint a legutóbbi adásban is elmondtuk, pontosan a mentális hátrány, és pontosan ez volt most az előnyünk szerintem, hogy ez a csapat most fejben teljesen ott volt, az edzők nagyon jól felkészítették őt, a lányok is toppon voltak, és a legfontosabb pillanatban voltak a legjobbak és a legélesebbek, és erre azért szerintem nem sok pénzt raktunk, vagy nem arra, hogy nem győzzük le a szerbeket, vagy legyőzik a szerbeket, hanem hogy mentálisan olyan szinten fölé tudunk nőni, hogy mondjuk üres kapuló is mellé dobják például, vagy ilyesmi. Szerintem ez ennek is köszönhető. Úgyhogy nagy gratuláció a csapatnak, a stábnak, úgyhogy csak így tovább. Ez volt az én első reakció legalábbis. Hát én is csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy gratulálni kell a csapatnak, meg a stábnak is, mert sokkal jobb munkát végeztek, ugye, amit láttunk decemberben. Tehát így utólag, hogyha megnézzük az eredményeket, akkor én azt tudom mondani, hogy így hasonló végeredményeket tippeltem volna én személy szerint így a selejtező torna előtt. Úgyhogy tudtuk, hogy ez a szermes lesz a kulcs, amit ugye hoznunk kell. Ezt sikerült, ami mindenféleképpen jó, hogy az első fél időben ugye ilyen 3-4 gólos előnyünk volt, 5 talán egyszer. Ott azért kicsit én féltem, hogy majd a második fél időben esetleg ezzel a 7-6-tal, vagy valami olyan húzással esetleg a szerbek majd visszakapaszkodnak, és ott ugye ők fejbe erősebbek lesznek, és megnehezítik a dolgunkat, de azt láttuk, hogy tehát még a második félben még tudtuk növelni az előnyünket, és tehát mindenki nagyon nagy kedvel koncentráltan játszott, úgyhogy tehát nem kellett izgulni már a hajrába, tehát nyugodtan tudtuk nézni ezt a mérkőzést, amire lehet, hogy nem sokan számítottak, hogy ilyen sima lesz a vége. Ha már rám került a sor, én nagyon-nagyon boldog voltam a tegnapi győzelem után, és igazából nem bánkódik a mai vereség után. Én nagyon-nagyon azt tartom legnagyobb erénynek, hogy a negatív kritikákat és a nagyon-nagyon negatív közeget, ami most ezt a válogatottat az utóbbi éveben körülvette, ezen a hétvégén erősen rácáfolt a csapat, és egy hát nem is 180 fokos fordulatot, de az eddigi sok esetben nagyon nehézkes játék után most viszont igazán láttuk a szerbek ellen. És ne vegyük el annak a, ne vegyük el a lányoktól azt az érdemet, hogy ezt ők vívták ki, és nem hiszem, hogy a gyenge szerb csapatot kell előtérbe helyezni, hanem igenis ezt a magyarok nyerték meg. Egyetértünk egyébként teljesen, amit Dani mondott egyébként, én is beszélgettünk ugye a fél időben, az nem tudok, és ott említettem, hogy hú, jó volt az első fél idő, de én nem hiszem, hogy a szerbek ennél tudnak rosszabbul játszani, mi pedig azért hosszú távon eddig nem az volt a jellemző, hogy kiegyensúlyozott teljesmény jutottunk, és pont az látszott, hogy a másik fél időben még tovább tudtuk ezt fokozni, és ez abszolút üdítő volt a továbbiakban a kapcsolatban, és ez a mai orosz mérkőzésen is, megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy egy simább mérkőzés lesz orosz szempontból is, mivel már ugye senkit nem érdekel szinte, igazából ezt a játéknak az ilyen is lehetett szinte. És azt láttuk, hogy a lányok mennek és csinálják, és az is látszott, hogy meg szeretnék nyerni a mérkőzést.
És az is látszott az a mai meccsen, hogy igazából nem ismertek elveszett labdát, tehát volt sok olyan szituáció, amikor tehát csúsztak, másztak, tehát csinálták, tehát nem volt az, hogy akkor itt meg kell ijedni az oroszoktól. Igazából nem is volt tétje a mérkőzésnek, tehát az jó volt látni, hogy hát mindenki csúszott, mászott, sőt lehet, hogy már ez annak is az előzménye, hogy ugye az olimpiára 14+1 ember utazhat ugye a keretbe, hogy az is nagyon nagy lesz majd a csapatba kerülésére a harc az elkövetkezendő időbe. Én viszont most kiemelnék még három fontos láncszemet ebbe a magyar gépezetbe. Kezdeném a kapuba. Bíró kisasszony a legszebb napét idézte, én gondolom a tegnapi mérkőzésen. Ti hogy láttátok? Hát abszolút. Az egyik kulcsemberünk volt, tehát nagyon, tehát olyan 40, jóval 40% fölött védett, hogyha ha jól emlékszik így a statisztikából. Tehát abszolút az egyik kulcsemberünk volt. Számomra jó volt a meccsembere, nem tudom, tudtok-e ezzel vitatkozni? Én azt gondolom, hogy... Bocsánat, pont ezt akartam mondani, hogy sokan Kovács Anikó szintén szenzációs játékát emelik ki, de én is Bíró Blankát emelném ki, aki abszolút erőn felül teljesített, és hát elbizonytalanult olyan játékosok, akik szerintem nem voltak sokszor bizonytalanok, és ez nyilvánvalóan akkora erőt adott a válogatottnak, hogy igazából mindegy, hogy mit csinálnak szinte, mert azért próbálkozunk védekezésbe, de ha túljutottak, akkor is ott volt egy biztos láncem, aki hárított, és én is azt mondom, hogy ő volt az MVP, én, ha lett volna, vagy lett volna szavazás, akkor én őt választottam volna mindenféleképpen, mert hátul az olyan tartás az egész válogatottak, amely előre is kisugárzott, és ez tényleg jó volt látni. Érdekes dolgokat mondtatok, bennem két kérdés merül fel így, közben ahogy beszéltetek, az egyik ugye Tibi említette, hogy a csapat rá tudott száfolni arra a negatív hangulatra, vagy negatív mázra, ami körülvette ezt az egészet, illetve a másik kérdésem az azzal kapcsolatos, hogy miképp alakult ez ennyire másképp, mint a legutóbbi alkalom akkor, mikor kulcsmérkőzésként játszott a csapat, és látványosan omlott össze. Tehát, hogy miért sikerült most ennyire összeszedetten játszani, illetve hogy szerintetek mi volt az oka ennek a negatív felhangnak, amit Tibi említett, mert ezzel abszolút egyetértek én is. Tehát én is azt éreztem, hogy nem... Erről beszéltünk is egyébként egymás között, tehát nem titok, hogy valahogy nem volt meg az az egyértelmű pozitív hangulat, még közöttünk sem az olimpiai selejtező előtt. Hát csak azért... Igen, mi is elég kritikusak voltunk, én azt gondolom, mind a múlt héten, mint az utóbbi időszakban, valamennyire az elmúlt évek során az eredménytelenség, vagy a mutatott, talán szerényebb produkció hatására egy picit én azt gondolom a közvélemény elpártolt ettől a csapattól. Most viszont én azt gondolom a legszebb napjaikat idézték egyes játékosok, például Szőlősi Zácsik Szondra másodvirágzását éli, és én azt gondolom, hogy ennek a jeleit már a decemberi tornán is láttuk, amikor egy személyben volt a vezére ennek a magyar válogatottnak, és most is én azt gondolom, hogy a döntő pillanatokban, sőt egyébként az egész mérkőzésen is egy remek teljesítményt láthattunk tőle. Visszatérve az eredeti kérdésre, most viszont én azt gondolom, hogy mindenkinek egy picit magába kell néznie, hogy érdemes-e azokat a bizonyos kritikákat bizonyos időszakonként túltolni, vagy az építő jellegű kritikánál megállni, és inkább a optimizmusnak és a pozitív hangoknak helyt adni. Ebben abszolút egyetértek, és kicsit megszólítottnak érzem magam, hiszen a kritikus, a nagyon kritikus véleményírások tőlem származtak, és igazából ez egy nagyon jó kérdés, amit a Martin felvetett, és nagyon komplex kérdés is, hogy miért lehetett ez a, vagy miért alakulhatott ki. Szerintem az egész ott kezdődött, és ugye ezt már tárgyaltuk, hogy az MKS Kim Rasmussen-től való megválása, az én úgy gondolom, és még most is úgy gondolom továbbra is, hogy nem volt szerencsés, és bár a két szövetségkapitány kinevezése abban az időpontban jó döntés volt,
azóta azért történtek olyanok, mert hát ugye úgy volt, hogy rögtön olimpiai selejtezőre kell készülni, és éppen ezért váltak meg Rasmussentől egyébként, ez volt az indok, hogy nem volt biztos, hogy a felfüggesztését azt letölti, és ugye kell egy szövetséget elni padra, és ezért választották ki a két Gábort. Az más kérdés, hogy jött a pandémia, és minden eltolódott, és erre a mérkőzésre igazából tényleg, ahogy elmondták, több mint egy évet kellett várni, illetve több mint egy évet kellett készülni, és ez idő alatt azért sok olyan dolog történt, ami alapján azt mondták az emberek, hogy hát valahogy mégsem az igazi, ez is nem jó irányba halad. Ugye ezt követte ugye egy olyan Európa-bajnokság, ahol azért pontosan szinte a múlt héten a podcastban említett okok miatt, hogy a junior és az ifi válogatott sikerein felbuzdulva, mindenki azt hitte, hogy majd itt talicskával visszük haza az aranyokat, vagy tudjuk haza az aranyat, és hát láttuk, hogy az Európa-bajnokság az nem úgy sikerült, ahogy sikerült, és ott én úgy gondolom, hogy voltak olyan hibás döntések, amelyeket szerintem lehetett kritizálni. Abban teljes mértékben igazad van egyébként, hogy ezeket a kritikákat pontosan pontosan igazából a két szurkolótábor vehemencia miatt óvatosabban kell megfogalmazni a jövőben, de ebben én egyetértek egyébként, és ez, ebben abszolút igazatok van, vagy hát igaza van, akik ezt felhántolgatják. A jövőben én legalábbis próbálok olyan jellegű kritikákat megfogalmazni, amelyek inkább építő jellegűek, és főleg szakmai jellegűek, és természetesen mea culpa a válogatott és a stáb részére, és ezt nagyon jól csinálták, úgyhogy így tovább. Hát biztos, hogy ha a decemberi Európa-bajnokság jobban sikerült volna, mint ahogy sikerült, akkor most teljesen másképp álltak volna hozzá az emberek is ehhez a olimpiai selejtezőhöz. De hát nem azt mondom azt, hogy el kell felejteni, mert nyilván abban is tanulni kell mindenkinek, azokat a hibákat ki kell javítani, de az örömteli, hogy ugye decemberben volt az Európa-bajnokság, most az olimpiai selejtező, nem sok idő telt el, nem is nagyon volt idő készülni a csapatnak együtt, és ennek ellenére tehát teljesen más arcát mutatta a társaság, mint a decemberi EB-n, úgyhogy ez mindenféleképpen biztató a jövőre nézve. És azt gondolom, még nem esett szó a szélsőinkről, ahol egyébként szerintem a magyar női szakág szerintem világszintű játékosokkal rendelkezik, az szerintem a legjobb korban vannak ezek a játékosok, nagyon magabiztosak és nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. Lehet itt beszélni Sászló Nadinról, lehet itt beszélni a Lukács Vikiről, Márton Grétáról, és igen, ők hárman a tegnapi meccsen is majdhogy nem hiba nélkül tették a dolgukat, és talán az mindenképpen megemlíthető, hogy sokkal jobban használta ezen a hétvégén a válogatott a szélsőit, ahol egyébként világklasszisaink vannak. Igen, abszolút, egyébként egyetértünk, és pontosan az előbb azt szerettem volna mondani, illetve azt szerettem vezetni, hogy egy teljesen nyilvánvalóan itt főleg Elek Gábor személy a megosztó igazából. Ugye erről is beszéltünk, hogy ez megalapozott vagy nem, ugye a Fradi elég hullámzó teljesítményt nyújtott, és ugye kiesett a bajnokligából is, egy szerintem nála mindenféleképpen gyengébb játékos állományból álló csapattól, és pontosan a szélsőket említed, itt volt felháborodás, hiszen ugye Csibe helyett Kovács Anett került be, szerintem jogosan egyébként, de ebből is látszik, ezt is már beszéltük, hogy mennyire fontos az, hogy a szövetségkapitány teljesen független legyen, hogy ne éri az a vád, hogy hát csak azért választotta be a Kovács Anettet, mert hogy a Fradiban játszik és az ő játékosa. Ez természetesen, hogyha teljesen, mondjuk a Kim Rasmussen választotta, döntött volna így, akkor szerintem nem lett volna ekkora felháborodás, és én úgy gondolom továbbra is, hogy ez egy szakmai döntés volt, hiszen Danyi Gábor és Görbic Anita Győrből jött, és biztos vagy benne, hogy ezt hárman elég jól megbeszélték, hogy mégis hogyan legyen a keret. Azt pedig egy nagyon nehéz dolog, és jó, hogy Dani említette, hogy ugye szűkebb kerettel lehet menni az olimpiára, hogy ez egy rendkívül nehéz szakmai kérdés, hogy hol legyen az a határ. Egyrészt ugye minden szélen azért nem csak két játékos van, hanem szerencsére úgy állunk, hogy bal szélen is ott van például Fodor Csenge többek között, vagy jobb szélen ott van, ugye most egy hármas alakult ki szerintem, de még azért ott vannak jó játékosok, bár szerintem nem lesz itt nagy változás, tehát a Faluvégi, Lukács szerintem nem, szóval a Kovács és a
a Kovács Anett és a Faluvégi között lesz a második hely, szerintem Lukács Vica helye biztosnak mondható most így az olimpiára. Ez egy rendkívül nehéz szakmai döntés, hiszen az a plusz egy, az lehet kapus is, ugye, lehetne védekező játékos is, szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ki legyen az a plusz, illetve hát nincs akkor merítési lehetőség, hiszen eleve kevesebben vannak, úgyhogy nagyon kíváncsi várom, hogy ez hogy oldja meg a szakmai stáb is. És szintén ez a következménye, hogy akárhogy döntenek, biztos, hogy valaki hőbörögni fog, és ezzel nyilván szembe kell nézni, úgyhogy ez sajnos így lesz, de teljes mértékben meg kell bízni bennük, hiszen jól csinálták a dolgokat, ezen az olimpiai selejtező mindenféleképpen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen döntés születik ebbe az ügybe kapcsolatban. Én még az előzőhöz annyit tennék hozzá, hogy alapvetően egyetértek azzal, amit mondtok, de szerintem itt a kulcskérdés az az, hogy a kritikát kinek címezzük. Tehát én mindig azt mondtam, hogy a játékosok kritizálása az főleg abban a formában, ahogy ez mondjuk a közösségi médiában történik, az túlzó. Mert én azt gondolom, hogy egy rendszer rosszul működik, akkor azért semmiféleképpen nem azokat kell elővenni, akik ebben a rosszul működő rendszerben egyébként magukból kihozzák a maximumot. Tehát és én ebben, hogy is mondjam, akár magunkat is megvédeném, de nem csak magunkat, hanem azokat az újságírókat, a bloggereket, akik kritikusabban állnak a magyar kézlabdához, mert azt gondolom, hogy mi soha nem a játékosokat veszük elő. Tehát én soha nem olvasok olyan posztokat, amelyben játékosokat akár személyeskedve támadunk, hanem itt a rendszernek bizonyos fonálságaira kérdezünk rá. És azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van, akkor is, hogyha egyébként örülünk a sikereknek. Tehát szerintem a kettő az nem zárja ki egymást. A másik dolog, nem mondja, hogy látom, hogy nagyon... Hát hirtelen eszembe jutott, ugye ebben abszolút teljesen egyetértünk is, igazából az oldal egyik alapelvék szerintem, hogy játékos szerintem sosem bántottunk, és szerintem ez így is fog maradni, mert ha egy játékos 10 icet kiadja, akkor az nem a játékos hibája, hanem egyébként aki a pályán hagyja. Szóval játékosokat sosem bántottunk, és ez így is marad, személyeskedni egyébként se szoktunk. Ugyanakkor természetesen, legalábbis én így gondolom, hogy kritizálni és kérdéseket feltenni szabad. Ugye most megkaptuk az utóbbi időben, hogy csak finoman fogalmat csak fikázni tudunk, és milyen alapon örülünk a válogatottnak. Hát ez azért elég furcsa és visszás, hiszen attól, hogy mi egy adott esetben egy teljesen megalapozott kérdés vagy kritikát fogalmazunk meg, attól még ugyanúgy szurkolunk a lányoknak, és pontosan ezért teszünk fel kritikákat, mert szurkolunk a lányoknak is szeretnénk, vagy a fiúknak igazából, vagy bármelyik klubcsapatnak a nemzetközi szinten. Ez nem lehet akadálya annak, tehát nem lehet akadálya a kritika annak, hogy mi örülünk egy sikernek, és mi ezt megkaptuk az utóbbi időben, ez nem titok, hogy igazából bohócok vagyunk, mert hogy mit képzelünk mi arra, hogy mi örülünk az olimpiai kiutásnak, mert hogy egy bejegyzésben, egy kis Facebookos bejegyzésben felmertem tenni azt a kérdést, hogy jó, ez a keret egyébként. Ugyanakkor ugye volt itt egy ilyen cunami, és hát visszanéztük igazából a bejegyzések 95%-a pozitív hangzású, vagy pozitív hangja van igazából, is. Azokat a kérdéseket, amiket feltettünk, azokat nem csak mi tesszük fel, hanem igazából azt mindenkinek fel kell tennie, és teljes mértékben igazat adok annak, hogy a játékos nem bántunk, de azért bizonyos kérdéseket fel kell tenni azoknak, akik ezeket a döntéseket meghozzák, legyen szó a Magyar Kézilabda Szövetségről, vagy a szövetségi kapitányokról, vagy adott esetben a klubcsapatok vezetőiről. Ettől még nem fogunk kevésbé szurkolni nekik, és nem fogunk ellenük szurkolni, csak azért, mert valamelyik döntésre nem értünk egyet. Pontosan azért van az oldal, hogy ne csak tényeket közöljön, hanem a mi értek mögé is oda nézünk, és ez néha kritikába csap át, és ez szerintem így van jól. Én csak arra próbáltam utalni, hogy nyilvánvalóan a kritika időpontja az nem mindig megfelelő, és adott esetben tűnhetett úgy, hogy mi abszolút csak hetszerni szeretnénk, ami természetesen nem így van, de azt aláírom, hogy rossz időpontban, volt már, hogy rossz időpontban jött ki kritikus cikk, amikor talán inkább a pozitív kicsengés kellett volna a közvélemény felé, mert a szociális médiában ez tényleg fokozottan csapódik le. Bocsánat, visszakérdezek utána, a többieknek is természetesen hagyunk teret, de hogy bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy,
hogy amit te mondasz, hogy bizonyos időközönként mondjuk, vagy bizonyos időszakokban mondjuk ne lehessen negatív hangot megfogalmazni, hogy szerintem ez azért nem feltétlen állja meg a helyét, mert hogy ahogy a játékosok mondjuk a pályán a dolgokat végzik, úgy nekünk, de nem akarom ezt magunkra kérdezni, mert mi azért talán nem is vagyunk professzionális újságírók, vagy az újságíróknak meg az a dolguk, hogy kérdezzenek. Tehát, hogy ők ugyanúgy a munkájukat végzik akkor is ilyen szempontból, ha a szakmai szempontjaikat érvényesítik, akkor szerintem, és ezzel nem lépnek át valami olyan etikai határt, amely mondjuk közmegegyezés szerint mondjuk a tabukat sért, akkor szerintem ez teljesen rendben van. És én abszolút nem tudok azokkal a hangokkal azonosulni, akik azt mondják, hogy nem tudom én, ha nem jutottunk volna ki az olimpiára, az azért van, mert hogy a sajtó ezt meg azt kérdezte, mert összezavarta a játékosok fejét. Tehát ez ugyanúgy a versenysport része. Azt gondolom, a játékosok is megtanulják ezt kezelni. Az újságírók ugyanúgy a munkájukat végzik, ahogy a kézilabdázók. Tehát hogy szerintem nincs ilyen, hogy nem lehet bizonyos időszakokban negatív kritikát megfogalmazni. Ezzel egyetértek egyébként azon a szinten, hogy pontosan visszavezethető az egész, hogy a női válogatott valamiért abszolút veszélyes talaj. Itt a két szurkolótábor szerintem két szurkolótábor ellentéte sokkal nagyobb, mint mondjuk adott esetben a Szeged Veszprém szerintem, legalábbis a közösségi médiában néha tényleg valóban elképesztő dolgot olvas az ember. És ez pontosan arra vezethető vissza, hogy egy olyan esetben történt a szövetségkapitány kinevezése, amelyik nem volt szerencsés. Pontosan volt egy olyan döntés, amelyen nem sokan értettek egyet. Ugye itt most a Siófok bajnokligája indulásának az esélyeinek megadására gondolok, ugye, hogy ott a Ferencváros megkapta azzal az érvel, hogy hiszen ők adják a válogatott játékosok zömét, és hogy ez magyar kézilabda érdeke. Tehát azért kialakult már eleve egy olyan hangulat, amelyre tényleg olyan, mintha most írunk egy bármilyen cikket, mintha olajat tennénk a tűzre, holott ez úgy ezeket a kérdéseket egyébként, vagy kritikákat megfogalmaztuk adott esetben a férfi válogatott esetében is, de ott teljesen más kicsengése van, mert ott nyugodtabb légkör van, és szerintem ez erre is vezethető vissza, hogy itt tényleg a személyi kérdések tekintetében itt nagyon megoszlanak az emberek, és valaki egyébként olvasta egy ilyen kérdés, hogy volt-e valaha igazából a magyar, bármely magyar csapatnak olyan megosztó szövetségkapitánya, mint a két Gábor most, és igazából tényleg nehéz visszagondolni, mert nyilvánvalóan azért voltak például Mocsa Lajosnak is szerencsésebb időszakai, de az utóbbi időszakban azért sok kritikát kapott, mint Németh András is adott esetben, de ennyire gyűlölködő hangnemet nem ütött meg sok ember, bár az is lehet, hogy ez a szociális média térhódításának köszönhető csak, szóval ez egy bonyolult kérdés, de szerintem a válasz ez arra, hogy igen, lehet kritizálni kell is, de a női válogatott ilyen szempontból egy abszolút egy aknamező, és ha rossz helyre lépünk, akkor itt felrobbad az internet, igazából ez jött le az utóbbi időben. Szerintem, hogyha majd jönni fognak az eredmények, akkor lehet, hogy majd ez is úgy szép lassan majd nem lesz ilyen erős, úgyhogy szerintem az lehet az egyik megoldása erre talán, hogy hasonló sikerek, mint ami most hétvégén is volt, mert lehet, hogy már most mindenki megnyugszik persze, és akkor utána tehát nem lesz ez a, úgymond ez a gyűlölködés, vagy hogy is fogalmazok, ami most így, ugye mondtam is, hogy én rendszeresen nem olvasom ezeket a hozzászólásokat. Most ugye hétvégén azért elég sok minden történt, bele-bele olvasgattam, hát voltak érdekes dolgok, tehát aki ebben mondjuk napi szinten benne van, akkor az biztos, hogy ugye másképp éli meg a dolgokat. Én hallottam egy jó öreg Dakota közmondást, aki kritikára adja a fejét, az fogadja is el a kritikát. Tehát én azt gondolom, hogy rendjén van az, hogyha valaki újságírói székből vagy médiából bizonyos kritikát fogalmaz meg, de számoljon azzal, hogy a komment szekciót nem biztos, hogy örömmel fogja olvasgatni. Szerintem ez történt a hétvégén is. Kijött egyfajta magyar kisítőség, illetve hát egyfajta olyan hangulat uralkodott a komment szekciókba, amit megmondom őszintén, azért nem kedvelek.
Igen, itt az abszolút, tehát én mindig úgy mondom, mindig elmondtam, meg mindig is el is fogom mondani, hogy az érvek melletti, hogy is fogalmazzak, szóval az értékek melletti érvelésnek és vitának van értelme, és arról lehet is beszélgetni, de itt tényleg a személyeskedő hangnem és az egymás abszolút nem tisztelete látható, és ez nem tudom hova vezethet egyébként. Én annyiban nem értek egyet Danival, hogy talán arattunk egy óriási sikert, én ma is beleolvastam a komment szekcióba, és ugyanolyan borzasztó volt igazából, és ezt most úgy kell érteni, nem csak nálunk egyébként, hanem én tényleg próbálok mindent elolvasni, és sajnos elkövetem azt a hibát, hogy minden kommentet is elolvasni, legyen az nemzeti sport, vagy a handballmánia, vagy bármely kézlabdás portál is, és a mai nap is volt a tegnapi siker ellenére olyan megnyilvánulások, amelyek egészen elképesztőek és megalapozatlanok, és mégis megjelennek. Szóval nyilván tompíthatja a jó eredmény, amit Dani is mondott, tehát tompíthatja ezt egy jó eredmény, de szerintem itt az lesz a megoldás, és igazán nem tudom, hogy nem tudjuk kézzel a szövetség, hogy fog dönteni, szóval ez inkább csak a női szakágnál jellemző, én úgy veszem észre legalábbis, Fradi Győr, illetve a női válogatott, és úgy gondolom, hogy erre talán az egyetlen megoldás az, hogy tényleg egy teljesen klubcsapattól független, vagy legalábbis nem klubcsapatot irányító szövetségkapitány választ a Magyar Kézilabda Szövetség. Ez lehet egy tompító ok. Beszélgettünk múlt héten is arról, hogy Elek Gábor marad, nem marad a Ferencvárosnál, szerintem abszolút marad, és szerintem a válogatott ugye Danyi Gábor Siófok, azért ott is valószínűleg a Nemzetközi Kupa és azért magasabb célokké való küzdelem, a Ferencváros bajnokok normális esetben, és szintén ugye a dobogóért küzdenek jó esetben, vagy hát jó esetben a bajnoki címért, de alap a dobogó. Ott se lesz nagyon idő a szövetségkapitánynak, hogyha ugyanígy maradnak, szóval ez a felállás szerintem nem marad, és nem is optimális abból a szempontból, hogy nagyon megosztó a megítélésük, még ennek az óriási sikernek az ellenére is, ami elgondolkodható, és ijesztő egyébként, de ez van. Ez van, sajnos idáig jutottunk valahogy, valamiért, úgyhogy ezt mindenféleképpen javítani kell ezzel, hiszen Elek Gábor is elmondta egyébként, hogy hiába beszél mindenki Fradi György gyűlöletről, vagy ellentétről, de itt most mindenki együtt volt. Igen, együtt volt egyébként, és azt tudni kell, legalábbis én így láttam, hogy az Európa-bajnokságon a rengeteg kritika ellenére is én úgy láttam, hogy a csapat és például Elek Gábor kapcsolata abszolút normális volt, tehát nem voltak olyan ráutoló magatartás, mint amikor valaki látszik, hogy edzőt szeretne buktatni, vagy abszolút nem szimpatikus egy adott edző, hogy itt lehet tényleg példákat is mondani, most nem fogok egyébként, de fociban azért jellemző ez, hogy lecserélésre nem fog kezdet az edzővel, meg nem tudom miért. Szóval ezt én nem láttam egyébként az Európa-bajnokságon, és a Fradinál sem láttam ezt a problémát, szóval én úgy gondolom, hogy Elek Gábort tisztelik és szeretik a Ferencvárosban, Elek Gábort nem szeretik a többiek, ezt veszem észre, és ebből adódóan van konfliktus több esetben, és mert ezt valamiféle meg kell oldani, hiszen a nemzeti válogatottak azért az egész ország szívügye, és hát az, hogy most olimpián drukkoltunk nekik, ez valami szokatlan is lesz egyébként, mert régóta volt ilyen, és egy abszolút felemelő érzés, és alig várom, hogy hajnalban, fel kelljen kelni, és drukkolni kelljen a csajoknak. De viszont utána szerintem, ha vége az olimpiának, akkor mindenféleképpen egy olyan megoldás kellene alkalmazni, hogy egy főállású kapitány keresni. Most igazából így nem tudnék nevet mondani, nyilván a jelenlegi felállásra megyünk, de hogy azt követően az olimpia után szerintem bármilyen eredmény születik, mindenféleképpen egy főállású kapitány kellene, aki akár lehet külföldi is, nem tudom, de szerintem azt a megoldást kellene választani. Igen, az olimpiáig mindenféleképpen ebben a tímben kell gondolkodni, ez szerintem mindenki számára világos. A kérdés az olimpia utáni időszak, egy hosszú időszak remélhetőleg, de az olimpiára szerintem amúgy is így gondolkodtak, meg azt hiszem a szerződésük az olimpia végéig van, hogy ezen nyilvánvalóan nem szabad változtatni, hiszen ők érdemelték ki, és az ő érdemük, hogy kijutottunk, úgyhogy az olimpia utáni időszakra gondoltam természetesen én is. Sőt, nem tudom, hogy ugye még előtte lesz egy VB-selejtező? Vagy igen. Nem tudom most, hogy igazából az, hogy zajlik, de úgy emlékeim szerint, ugye még akkor nekünk kell játszani egy VB-selejtezőt az olimpia előtt. Igen, most mondta Elek Gábor a nyilatkozatban egyébként, hogy az a következő nagy feladat,
a világbajnoki selejtező, és aztán olimpia. Hát akkor van feladat, tehát nyilván jó lenne azt is meg sikerre venni az olimpia előtt. Egyébként, ha jól tudom, a szerződésük a selejtező végéig szól, de nyilván tehát itt nem lehet kérdéses a hosszabbítás. Csak a tényszerűség kedvéért mondtam el. Arra lennék így kíváncsi még, hogy szerintetek ez a kijutás mit jelent, és ketté venném a kérdést, vagy ketté bontanám, mit jelent úgymond emberileg a szurkolóknak, a játékosoknak, és mit jelent szakmailag. Mennyire jelöl ki ez egy új utat, vagy mennyire mondható tulajdonképpen szakmai szempontból kiugró eredménynek, de a kiugrás semmiképpen nem úgy értem, hogy kisebbíteni akarnám a sikermértékét, hanem úgy, hogy mennyire jelent ez hosszú távon valóban fejlődést. Ezt kérdezem meg ezzel kapcsolatban. Hát szerintem hosszabb távon majd akkor látjuk meg, hogy mit érünk el vele, hogyha az olimpia után meglátjuk majd, hogy milyen stábbal, kikkel folytatódik tovább a válogatottnak a munkája. Mármint nekünk itt szurkolóknak, játékosoknak biztos, hogy ez óriási nagy eredmény, mert hát azért ugye olimpia is eleve az, hogy 4, vagy most ugye 5 évente van, ahogy most kijött a lépés. Tehát nagyon régen voltunk. Tehát hogy tegnap láttam a 2008-as bejátszásokat, az akkori játékosokat, hát ott látszott, hogy tényleg nagyon rég volt, mert akik ott kint voltak, talán már csak a Tomori az, aki még tényleg aktív, a többiek már ugye abba hagyták a játékot, tehát nagyon régen volt. Úgyhogy ez mindenféleképpen a sportágnak is egy nagy eredmény, meg magának a magyar olimpiai csapatnak. Tehát az, hogy ugye 14 játékost adunk az olimpiai csapatban, az már elég nagy számmal fogja emelni ugye az olimpiára utazó csapatnak a létszámát. Mint mondjuk egy nyilván egy egyéni sportló, az csak egy fő, de itt 14-15 emberrel az olimpiai csapat is ugye nagyobb létszámmal fog majd utazni. Magyarországon szerintem az elvárások rendszerre túlzottan olimpiacentrikus. Talán az indokoltnál is jobban, nyilván ennyiek tradíciói hagyományai vannak. Bocsánat, mindjárt folytathatod, Tibi, de hogy én ezzel olyan mélységesen értek egyet, hogy muszáj volt közbeszólnom. Tehát én abszolút ezt látom, hogy egészen elképesztően olimpia specifikus a gondolkodás. Én pedig ezt írtam fel magamnak egyébként, hogy erről fogok beszélni, de megelőztél, szóval abszolút egyet értek. Bocsánat, srácok, de ezt azért hozzátenném, hogy egy szimpla Európa-bajnokság sokkal, szakmailag sokkal-sokkal nagyobb erőpróba bármelyik európai válogatottnak. Ugye itt jó eséllyel egy-kettő olyan mérkőzésünk lesz az olimpián, ahol talán szerényebb képességű csapatok fognak az utunkba kerülni. Lásd férfi világbajnokság január, ahol gyakorlatilag az első időszakban zöldfoki szigeteket és Uruguayt kellett megleckéztetni. Nyilvánvalóan, ha jól láttam, az ötös kalapba jöhet nekünk erős ellenfél is, meg könnyű is. Nem nagyon nézegettem még ezt végig, de szakmailag egy Európa-bajnokság többet ér, hogyha ezt a kérdést ezzel meg lehet válaszolni. Másik oldalról én azt gondolom, hogy a lányok akár mentális, akár játék tudásbeli fejlődésében egy nagyon nagy szerep jut, hogy talán egy kicsit most ezután, a hétvége után, talán az önbizalom és egy pozitív impulzus az, ami éri őket, és a mindennapi edzésekben, mindennapi rutinjukban szerintem ez lehet, hogy segítséget fog nyújtani a felkészülésben, de ez nagyon-nagyon-nagyon mentális, pszichológiai dolog, gondolom. Igen, jó, hogy ezt megemlített egyébként, ugye, hiszen az olimpiai selejtező fontos volt, és stressz faktor volt egy olimpia, azért itt most sokan elmondhatják magukról, ahogy említettük is, hogy talán Tomori volt egyedülként ott, hogy olimpikonok lesznek, azért ez abszolút felemelő érzés, és ez Magyarországon szerintem nincs még egy olyan nemzet, amely annyi nagy, akkora hangsúlyt helyezett olimpiára, mint mi szerintem. Egyébként jó dolog, én imádom az olimpiát, akkor rengeteg olyan sportágat nézek, amit egyébként nem néznék, mert egyszerűen vagy nem érdekel, vagy nem is ismerem, vagy abszolút fogalmatlan vagyok benne, de olimpián odaülök és próbálom nézni mondjuk a vívást, a birkózást és a többit, és a csapatsport az mindig más, és jó, hogy megemlített egyébként. Az Európa-bajnokság és a világbajnokság
ugye most a férfi világbajnokság is, de egyébként teljesen más mezőny, mint az olimpia. Itt ugye azért tudni kell, hogy, és természetesen ez megint csak nem az érdemeknek a lerombolása, de egy olimpián azért sokkal könnyebben oda lehet érni, hiszen pontosan vannak olyan csapatok, amelyek nem annyira erősek, hiszen a világ összes tájáról kvalifikálják magukat, és egy-két jó meccsel nagyon elő lehet lenni, és ebben bízhatunk is egyébként. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy ez a plusz stressz, mint olimpikon és olimpiai részvétel, ez mennyiben befolyásolja a teljesítő készséget. Szerintem ezt, amit most a szerbek ellen mutattunk, és az oroszok ellen is szerintem, ezt kell valahogy tovább görgetni, és ezt fokozni, hogy az olimpián is kicsattanjon, hiszen nincs olyan messze az olimpia azért, és hát természetesen a legfontosabb, hogy reméljük, hogy lesz olimpia, ha nézők nélkül is, de azért reméljük, hogy nem feleslegesen izgultuk végezt a hétvégét, és szerintem azt tudni kell, hogy ez egy pillanatfelvétel volt a selejtező, hiszen most egy viszonylag jó csoportban voltunk, azért most láthattuk mondjuk a román, Montenegro, Norvégia hármas például mekkora meccset játszott, ugye, hogy talán egy gólom múlt, ha nem lett sorsolás a vége, és azt tudni kell, hogy szerencsére jó csoportba jutottunk ki, és szerintem ez egy pillanatfelvétel a válogatottak jelenlegi állásáról, amely nyilván az olimpián fontos lesz, hogy milyen eredményt érünk el, de szerintem a jövő szempontjából ez annyira nem befolyásoló tényező, hogy Magyarországon a kézilabda nagyon népszerű, szerintem kijelenthetjük a második legnépszerűbb sportág, és nem hiszem, hogy mert most kijutunk az olimpiára, többen kezdnek el kézilabdázni, bár adott egy jó eredmény kapcsán akár ez is előfordulhat, de azt tudni kell nyilvánvalóan, hogy az olimpia, bár nekünk ez a sportág csúcsa és a sport égköve, de nem ez a sportszakmai szempontból nem az a legerősebb bajnokság, de a legnemesebb szerintem. Tehát nehezebb kijutni, mint ott jó eredményt elérni, ez biztos. Tehát azért nagyon hosszú, rögös út egy csapatnak oda kijutni, tehát ott meg aztán egy-két jó meccsel azért már oda lehet kerülni az elejére, de viszont kijutni tényleg nagyon nehéz. A selejtezőst érő tornára is nehéz eljutni. Igen, hát én nagyon örülök, hogy Elegában megemlített a Rasmussen munkát, hiszen az ő illetve a lányok hetedik helye abszolút megalapozta azt, hogy most selejtező lehetünk, és én ezt abszolút nagyon, nagyon fernek és sportszerűen gondolom, hogy ezt megemlítette, és ez abszolút, abszolút, abszolút tetszett. Úgyhogy ez ugye most már évek óta, hát hogy mikor volt az a hetedik hely, és most se lehetettünk csak a következő olimpiára. Hát sok idő telt el, úgyhogy reméljük, hogy most már azért minden a rendszerint menni, és már vége lesz ennek a vírusos dolognak. Megnéztem a 2008-as kézilabda keretünket, igazatok volt. Bódi Bernadett, Borbás Rita, Görbic Anita, Hornyák Ági, Herr Orsi, Kovacsics Mónika, Orsó Ferling Bernadett, Pálinger Kati, Pigniszki Kriszti, Szamoránszki Piroska, Szűcs Gabi, Tomori Zsuzsa, Tóth Timi, Vérten Orsi. Hát igen, akkor csak a Tomori, aki még mindig legendák. Igen. Játszik, igen. Nem tudom, hogy az embert a hideg kirázza, hogyha jön. De örülünk annak, hogy azért néhányan a kézlabdában maradtak, illetve egy Tóth Timi például szakkommentátor lett, de azért durva visszagondolni ezekre az akkori abszolút hősöknek, ugye hát 2008-ban azért mindannyian fiatalok voltunk, illetve nem tudom, Martin élte. De egyébként... Főleg a jelenlegi csapatunk. Ugye a jelenlegi csapatunk is nagyon fiatal. Hát van, aki bőven általános iskolás volt még akkor, amikor legutóbb olimpián jártunk. Igen, az Elegábor, vagy Danyi Gábor, valaki megemlítette, hogy akkor még egy stúdióban azt hiszem, hogy akkor még a játékos a nagy része vagy nem kézlabdázott, vagy még hát se edülőt mondtak, de szerintem az se állja meg a helyét, hiszen 12 évet, ha kivonunk, 13-at most hát már. Hát 10 évesek voltak sokan körülbelül abban az időben. Szivacslabdát kergettek valószínűleg, és most pedig olimpiára készülnek olyan legendák, mert most ezt a szót használom, akiket azért szerettünk, és abszolút rengetegen, lehet, hogy ők is pont miattuk kezdtek el kézlabdázni, szóval egy jó eredmény adott esetben tényleg lehet pozitív, de most most az utánpótlás szempontjából szerintem Magyarország jól áll olyan szempontból, hogy
sokan kézilabdáznak, sokan szeretik a sportágat, úgyhogy ennél több gyereket nehéz szerintem a kézilabdára rábírni, de egy adott esetben egy jó olimpiai, egy olimpiai eredmény, ez talán még talán fokozhatja. Benne van az olimpián egy jó negyedik hely? Ennek a válogatottnak szerintetek? Szerintem benne van, és nem csak a szerbek elleni mérkőzésből kifolyólag mondom, hanem egy nyilvánvalóan az orosz válogatott nem, vagy orosz csapat, vagy milyen is a nevő, nem most nyerte meg ugye az olimpián, az már 5 éve volt, de mégiscsak egy a világ élvonalával tartozó csapattal tudtuk úgy felvenni a harcot, hogy igazából egy tétényi mérkőzésen csak a végén lett olyan sok, és sok esetben akár vagy sok helyzet volt, amikor még közelebb kerülhettünk volna. Szóval ezekből kell kiindulni. Ezek a játékosok azért nyilvánvalóan 4 hónapot rengeteget nem felődnek, de a fejben mindenki ott lesz, és a stáb ugyanígy jól dolgozik tovább, akkor szerintem okozhatunk meglepetést. Igaz, hogy ezt többen mondtuk az Európa-bajnokság előtt is. Igen, a londoni olimpiára emlékezzetek vissza, amikor a férfi válogatott a jól ütemezett meccse való felkészítéssel, tehát a formaidőzítéssel be tudta húzni azokat a mérkőzéseket, amelyek a végső elszámolás szempontjában nagyon fontosak voltak, és ők ugye 4. helyen végeztek, ha jól emlékszem. Igen, hát ez nagy, ugye itt a szerencse kérdése, a szerencse faktor az abszolút előjön, hiszen azért nem olyan sok csapat van az olimpián, és nagyon fontos, hogy a csoportokban milyen válogatottak ellen játszunk. Ott pedig nyilvánvalóan jól kell szerepelni ahhoz, hogy tovább juthassunk. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy szerencse faktor is, hogy jól szerepelünk-e, de a lányokban szerintem ez benne van, hogy egy jó eredményt érhetnek el, hogy meglepetést okoztak, hogy ez egy meglepetés lesz, vagy ez helyezésben érződik. Azért meg kell nézni, hogy rengeteg erős válogatott nem jutott ki az olimpiára, és azért mi ott vagyunk, szóval ez abszolút jó. Ha már ott vagyunk, akkor viszont mutassuk meg, hogy jók vagyunk. Sőt, úgyis majd a negyed döntő lesz igazából az a mérkőzés, ahol ugye vagy nagyot lehet nyerni, vagy hát nem azt mondom, hogy túl nagyot bukni, de ott azért vissza lehet csúszni. Tehát aki a negyed döntőt behúzza, az 4 között van, ha elveszte, akkor még lehet 8. is. Tehát ott azért nagy a különbség, hogy a negyed döntőt majd ki fogja megnyerni. Így van, hát ugye azért lutri egyébként szerintem még ez az egész, hiszen még azért jóval bennünk, tehát ebben a pandémiában benne vagyunk, szóval bár a magyar játékosok zöme már szerintem túlesett, de láttuk, hogy a Bodó Ricsi vagy Elek Gábor is például megkapta, vagy Bodó Ricsi már másodszor volt, Elek Gábor viszont megkapta a szurit, és mégis pozitív volt, szóval ez az abszolút egy nagy szerencsefaktor, ez a része is, hogy itt azért rengeteg nemzetközi mérkőzés lesz addig, most, ugye most a selejtezők, a Győr egymás ellen játszanak, rengetegen utaznak, tehát ezt úgy kell nézni, hogy meg kell úszni, hogy már több betegünk ne legyen, hiszen ha valaki most nagyon elkap ez a vírus, mondjuk az olimpiát, akkor már nem biztos, hogy lesz olyan egészségi állapotban, illetve tehát nem kockáztatunk valószínűleg, hogy a jó eredmény érdekében, szóval ez egy nagyon nehéz feladat, hogy, és nem is lehet nyilván irányítani, hogy egészségesnek kell maradni, ha mi egészségesek maradunk, akkor ez már egy jó dolog, és akkor már egy olyan nagy lépést tettünk a jó eredmény elérése felé szerintem. De ez is egy nagy lutri, hogy melyik válogatottak, milyen szinten esnek még át, vagy már egyáltalán nem, hogy az olimpikonokat nem tudom már beoltották-e, de ugye, hogy ők azt mondom, hogy jogosan privilegizált helyzetben vannak ilyen szempontból, és remélhetőleg, ha nem lesz komoly a gond, akkor szerintem egy erős és ügyes válogatottra megyünk az olimpiára, amely okozhat meglepetést. Tibivel úgy néz ki, most olvasok egymás gondolatait, mert ezt a témát egy ilyen vicces kérdéssel akartam zárni, hogy ki mit fogad meg egy olimpiai érem esetére. Úgy, de meglett a csend. Én most nem értettem a kérdést, meg kicsit megszakadt. Egy kicsit, igen. Én is. Vagy hát nem tudom, megszakadt, hogy azt hiszem, megszakadtunk. Nem hallottok egyáltalán? Most már igen. Igen, a kérdés, de a kérdést nem érted. Egy másodperc akadtál meg a pont a kérdésnél, úgyhogy ja. Most már jó. Oké, akkor ezt majd kivágjuk. Szóval az volt a kérdésem, hogy egy olimpiai kiutás esetére ki mit fogadna meg.
olimpiai kiutás, de hogy ugye az már megvan egy olimpiai érem esetére, ki mit fogadna meg. Nyilván hát, a nyerünk-e szerint... érmet? Vagy... Nem, hanem ti személyesen mit fogadtok meg. Érdekes. Ja, hogy levágnám nullára a hajamat? Igen, ilyesmi. Igen, ilyesmi. Hát megmondom őszintén. Ezen még gondolkozik el. Ezen úgy gondolom, hogy csak is csapatszinten lehet gondolkodni, tehát mindenkinek benne kell lennie. Úgyhogy ez nehéz kérdés egyébként, mert hát nehéz kérdés. Én azt mondom, hogy szinte bármit megfogadnék, hogy a lányok érmet szerezzenek, de azért nyilván van egy határ is, illetve ti is kellettek hozzá, de én úgy gondolom, hogy ezt a stáb, illetve a szerkesztőség ezt megígérhet, vagy kitalált valamit, hogyha a lányok érmet, csak akkor valamiféle fogadásban részt veszünk, és valami... Hát munkát. Akkor hajunkat ledúrjuk, tehát ez a nem újja. Így van. Én inkább akkor a bikinis futásra szavazok, tehát a kettőből. Hát, meglátjuk, megbeszéljük még. Oké, akkor ez még eldöntés alatt. Hát innen mondjuk nehéz lesz átvezetni a mai adás másik fő témájára, a Veszprém-Szeged mérkőzésre, de megpróbálkozom ezzel a kihívással. Hát ugye a másik ruhadarabot sokat emlegették ezelőtt a meccs előtt, ugye a zakót, de nem lett nagy zakó a végére. Szorosan tartotta magát a Szeged. Hogy láttátok ezt a mérkőzést? Ez szerintem sokkal izgalmasabb, szorosabb meccs volt, mint a két csapatnak az őszi találkozója a Szegeden, mert ez elég sima mérkőzés volt. Igazából, mikor láttam a mérkőzés kereteket, akkor én sem gondoltam, hogy ennyire szoros lesz. Én úgy gondoltam, hogy a Szeged viszonylag egy jó kezdőcsapatot fel tud állítani, de ahogy majd halad az idő, lehet, hogy esetleg kicsit jobban kinyílik az olló. Ennek ellenére szerintem végig egy szoros jó mérkőzés volt. Kiindulásképpen azért el kell mondjuk, hogy a lebonyolítás miatt ennek a mérkőzésnek vélhetőleg nem volt nagy szerepe a döntőbe jutás, vagy az egyéb helyezések értelemben, ugye a bajnokság végén majd egy döntő lesz, ahova nyilván a Veszprém első helyen fog bejutni. A Szeged még elbukhatja a második helyet, de ennek sem nagyon látjuk a realitását. A legnagyobb, talán az egyik legnagyobb ellenlábas lehet a Tatabánya, aki azért bőszen veszti a pontjait, és hát a Tatabánya sem a legerősebb napjait és hónapjait éli. Tehát vélhetőleg ez a vereséggel kalkulált is a szegedi klubvezetés. Másik oldalról ez a példátlan sérülés hullám, meg betegség hullám, ami a Szegedet sújtja, az nagyjából arra engedett következtetni, hogy nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a Veszprém arénában, de hát ők erre nagyon rászállt voltak ma. Vélhetőleg a Veszprém sem 100%-os hívvel, nem 100%-on égett ezen a mérkőzésen. Amit én láttam, hogy itt is egyfajta koncentráció hiány volt mind a két oldalon, és főleg a lövések minősége, és ezáltal a kapas teljesítmények a legjobb fokmérői ennek a kérdésnek. Hát igen, valami egészen elképesztő százalékkal védtek kapusok, illetve elképesztő rossz százalékkal lőttek játékosok. Egyébként én hasonló mérkőzésre számítottam, ezt el is mondtam. Igazából ami pozitívum a legutóbbi mérkőzés képes, hogy a legutóbbi mérkőzésen azt láttam, hogy egyfajta kilátástalanságot láttam a Szegednél. Ez most nagyjából tompult, illetve jobb lett, és hát az biztos, hogy egy óriási pepsorozatban vannak, és hát mindenféleképpen ugye itt két héten belül, illetve nem is két hét, igen, két héten belül, 12 napon belül bajnoki ligája mérkőzések lesznek, hogy mindenféleképpen a Szeged részéről abszolút valahogy fokozatosan vissza kell építeni az embereket, illetve meg kell gyógyítani, hogy így fogalmazzak. Viszont a mérkőzésre visszatérve, ez olyan mérkőzés volt szerintem, hogy mindenki nyert vele igazából. Ugye a Veszprém a két pontot viszont nyert, de szerintem a Szeged se lehet emiatt abszolút csalódott, hiszen egy olyan mérkőzés játszottak, amelyik azért szórakoztató, majdnem azt mondja, hogy közönség szórakoztató, de az nem volt. Egy jó mérkőzés játszottak, egy éles helyzetben, amelynek végülis nem volt tétje, úgyhogy valószínűleg ez a két csapat fogja, sőt, szinte biztos, hogy ez a két csapat fogja játszani a döntőt,
ahol azért egy teljesen más felállás lesz, teljesen más erőviszonyok és egy kiegyensúlyozottabb mérkőzés, de addig is azért el kell jutni, és addig is azért bajnoki ligákat kell játszani, bajnoki ligákat is mérkőzések, amely nem lesz egyszerű. Nekem folyamatosan az volt az érzésem, hogy ha mondjuk a Szeged még közelebb jutott volna a Veszprémhez, vagy akár át is vette volna a vezetést, akkor kapcsolt volna a Veszprém egy fordulatszámot, és akkor újra el tudott volna húzni. Emellett azért minden dicséretet megérdemel az a 6-7 játékos a Szegedből, aki majdnem 60 percet tolt végig a pályán, mert az egy Veszprém ellen azért az nem kis állóképességet feltételez. Igen, és ilyen mérkőzéseken cáfolnak rá játékosok szerintem arra, mert rengeteg top csapatoknál látunk, hogy a játékosok egyszerűen 15 percekre vannak kalibrálva, és 15 percen cserélnek, ami akármi történik. Tehát a sportforma vagy aznapi forma alapját nem veszik figyelembe az edzők, és számomra ez ilyen mérkőzés mutatják, hogy igenis lehet, vannak, hiszen élsportról beszélünk, akiknek ez a feladatuk, ez a hivatásuk, és nyilvánvalóan nem lehet 60 percen keresztül végig hasonló hőfokon égni, és ugyanolyan teljesítményt gyújtani, hiszen azért fáradtság ott van, de azért látszik, hogy a legtöbb játékos azért nyilvánvalóan nem 15 és 20-30-ekre van kalibrálva, hiszen kisgyerekkoruk óta ezt csinálják, szóval nekem ilyen mérkőzés mindig öröm látni, hogy igenis kevesebb játékossal is, illetve több játék perccel is lehet teljesítményt mutatni, és ez abszolút a jövőre nézve is jó egyébként. Az más kérdés persze, hogy mondom, azért rengeteg hiányzója volt a Szegednek, hogy azért nyilván megnéztünk volna egy élesebb mérkőzést, majd a döntőben. Nekem az a nagyon-nagyon furcsa a két csapat kapcsán, hogy egyiket sem tudom igazán peskatujázni jelenleg. Tehát, hogy mind a kettőnél azt érzem, hogy ennek a szezonnak lehet még egy nagyon jó kifutása is, meg gyakorlatilag egy katasztrofális is. Nyilván a Szegednél ugye erőteljesebbek ezek a jelek, de a Veszprémnél sem látom én jelenleg azt a magabiztosságot, amivel azt tudnám mondani, hogy a Final Four-ba biztos bejutnak, bár ugye a sorsolása nem rossz David Davis csapatának, de hogy mindkét csapatán azt érzem, hogy bármelyik irányba elbillenhet még ez a szezon. Hát az a gond, hogy Szegeden igazából nagyon kevés olyan meccset tudtak lejátszani ebben a szezonban, ahol tényleg ott volt a teljes csapat. Tehát valami mindig közben jött, ugye a sérülések, a vírus, akkor ugye most megint nagyon kevesen voltak a húzó emberek közül, tehát így azért elég nehéz. Tehát kérdés majd, hogy ugye, hogy haladunk előre a bajnoki meccsekkel is, meg ugye jön majd a BL, hogy egyáltalán ki lesz az, aki tényleg ott tud lenni ezeken a fontos mérkőzéseken, meg majd, hogy a kihagyás után mennyire lesz formába. Az én kérdésem hozzátok igazából, bocsi Martin, hogy elveszem ezt a szerepet, hogy miért lehet az, vagy mi lehet az oka annak, hogy a Szegedet ennyire sújtja a vírus, illetve hogy ekkora hátrányból indul, mert tényleg nem is tudom, hogy egyáltalán játszottak-e úgy együtt, ahogy a keret van, hogy ez egy backsorozat, vagy ennek mi lehet az oka igazából? Erről nekem van egész konkrét véleményem, sokat beszélgetünk társaságban erről. Több oldalról kell megfogni, igyekszem gyorsan megtenni ezt. Egyik oldalról, ami a Szegedet hátrányba hozza a többi európai klubbal szembe, az mondjuk a Veszprémet is hátrányba hozza, ez a rendkívül szigorú magyarországi protokoll, ami a koronavírus kapcsán, illetve ennek az utókezelésében keresendő. Ez az egyik dolog, ugye Szegeden már szeptember közepén meg voltak az első fertőzöttek, és konkrétan a teljes őszi szezonra rányomta ez az egész a bélyegét. Másik oldalról viszont mondanám a pechszéria fogalmát, mert a Szeged semmivel sem tesz kevesebbet azért, hogy a klub kötelékében levő játékosoknak az egészségét megőrizze, mint a többi klub Európában. Innentől fogva marad az a történet, hogy a
emlékszünk a rossz emlékű breszti mérkőzésre, ahol úgy tűnik, hogy ha jól emlékszem, itt október magasságában úgy kellett utaznunk, hogy köztudott, hogy fertőzött volt a breszti csapatban, aki a mérkőzésen játszott is, majd mi hazajöttünk, aztán újabb fertőzöttek lettek kimutatva. Tehát ez már tovább is mutat azon, hogy csak sima pekszéria lenne. Maga az egész szezon és annak a kimenetele, és az EHF-nek a görcsös döntései bizonyos esetekben oda vezettek, hogy hát bizonyos klubok hátrányból indulnak ebbe a szezonba. Talán a Szeged a legnagyobb hátrányból, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Én is abszolút ezt látom egyébként, hogy valami egészen elképesztő az a pekszéria, ami a Szegedet éri. Bennem egyébként egy kérdésként merült fel az, hogyha igaz az, amit mondasz, és én nem vonom kétségbe, hogy ez abszolút így van, hogy a Szeged semmivel nem tesz meg kevesebbet, mint bármelyik másik klub, akkor hogy vajon felmerülhet a játékosoknak mondjuk az egyéni felelőssége. Nem tudom, ezt én csak egy kérdésként fogalmazom meg, hogy dönthet-e ilyen esetben az mondjuk két klub között, hogy az egyik klub játékosai szigorúbban tartják magukat az előírásokhoz, a másik nem. És tényleg nem sugalni akarok ezzel semmit, csak így hangosan gondolkodom. Profi sportolókról beszélünk, én úgy gondolom. Profi szerződéssel rendelkeznek, egészen jó fizetést tartalmaznak ezek a szerződések. Én azt gondolom, hogy a profi sportoló arról ismerszik meg, hogy mind az életmódjával, mind az edzettségével rászolgál erre a szerződésre, és így tölti ki a szerződéses idejét. Nyilvánvalóan itt vannak határesetek, hogy még mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Elmenni egy társaságba, szórakozni vasárnap este, kockára tenni azt, hogy elkaphatjuk, avagy sem, avagy otthon ülünk a családdal, és mindenféle ilyen lehetőséget elvágunk. Ez nyilván egy élethelyzet kérdése is, de azt gondolom, hogy jó eséllyel elmondható, hogy a játékosoknál is minimális az a felelőtlenség, amit hát a saját életükkel, a saját egészségükkel, a saját sportbeli jövőbeli karrierükkel játszanak sok esetben, ha esetleg ezeket a veszélyeket semmissé teszik. Egyetértek egyébként. Tehát nyilván Martin is arra utal, hogy most a szegediek buliznak, a Veszprém meg nem bulizik. Én tényleg csak kíváncsiságom szintén, hogy ez hogy lehet, hogy tényleg ekkora peksorozat azért nem, szerintem kézlabdázásban nem is nagyon lehet. Női szinten talán a Fradinál volt ilyen hasonló, de a Szegedő tényleg egyszerűen, ha éppen valaki felépül, akkor másik covidos lesz, ha éppen nem kijön a covidba, akkor megsérül, szóval ez egészen elképesztő. Úgyhogy mondom, remélem most már kifelé jönnek nekülem, mert szükség van mindenkire a kijelölni mérkőzésen. Ami egyébként nagyon nehéz erre még azt mondani, a kézilabda az a leginkább veszélyeztetett sportág. Nekem nem mondja senki, hogy amikor egy beállós 60 percen keresztül ott van a történések középpontjába, kb. 5 védőjátékos 60 percen keresztül ír a nyakába. Ez mekkora kockázat vajon? Maga a mérkőzés? Maga a sportesemény a kézilabdások életében? Míg mondjuk azért egy labdarúgás, azért ott is vannak tömegjelenetek a 16-oson belül, de azért ez egy másik tészta, én azt gondolom. Röplabda megint egy másik tészta. Kézilabda azért kontakt sport, én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszélyeket hordozza magába jelen helyzetben. Még érdekes, én pont ezt akartam mondani egyébként megint ismételten, hogy a labdarúgás... És nem beszéltünk össze. Nem, valóban nem. Hogy a labdarúgás, ugye ott le tudsz menni, tudsz passzolgatni 10 méterre egymástól, tudsz kapura lőni, tudsz technikai elemeket gyakorolni, azért kézlabdázás, az ugye, mint említetted, teljesen kontakt, sőt, én mindig küzdősportnak is hívom, ott ez az elengedhetetlen az egy-egy elleni érintkezés, mondjuk így, és ebből a szempontból tényleg a kézlabdázás az, amelyik abszolút a legrosszabb helyzetből indul. Itt Németországban is egyébként a labdarúgás előbb beindult, aztán ugye mindent elkaszáltak itt, de sokkal előbb mehettek ki kis csoportos foglalkozásra, mert eleve ugye szabadban vannak, ugye ez is egy fontos faktor, hogy a szabadban azért a vírus terjedése az nem olyan, mint hogyha zárt térben van az ember, úgyhogy ebből a szempontból tényleg hátrányból indul minden kézlabdás,
és a sportágnak ez abszolút egy nagy hátrány többiekhez képest, hogy hát küzdősportról beszélünk, és az egyik legküzdősebb csapatjáték, sőt, ha nem a legküzdősebb. Akkor így zárásként ennél a témánál maradva kérek mindenkitől egy-egy tippet azzal kapcsolatban, hogy a Szegednek, illetve a Veszprémnek mi lesz az idei szezonjával. Bajnokság, BL. Hát szerintem a bajnokságban ott minden bizonnyal ez a két csapat fogja eldönteni az aranyérem sorsát. Hát a BL-ben ugye a Veszprémnek azért valamivel könnyebb a dolga, és szerintem, ha nehezen is, de a Skopjén sikerül majd nekik túljutni. Hát a Szegednek majd jóval nehezebb, és ugye az is kérdés majd, hogy a Kiel elleni párharc előtt milyen kerettel tudnak majd kiállni. Ugye Kiel most egész jó formában van, ugye ők is azt hiszem december vége, január elején voltak egy ilyen karanténos helyzetbe, azt követően ugye egyre jobb formában lendültek, úgyhogy én szerintem hát a Szegeden akkor lehet valamennyi esély erre a párharcra, hogyha azért a kulcsemberek nagy része tényleg rendelkezésre fog állni. Igen, hát a Kiel elleni mérkőzés, ugye én azt mondtam, hogy szerintem az szorosabb lesz, mint ahogy sokan várják, de tehát 64 át adok a Kielnek, de 40%-ban abszolút benne van egy meglepetés, míg a Várdás szerintem nem tud meglepetést okozni, bár egy kellemetlen csapat, ugye ők is elég küzdősek, de hát azért vannak nagyon nagy hiánypontjék, és most nem akarom vínozni, de ugye nyilván van jobb átlőve a Cupic, azért nem bármennyit is megtesz, meg nagyon lelkes, és nagyon játékosról beszélünk, de azért mégsem egy nagy lövőerővel rendelkező külső átlövő, aki szétbombázza a falat, azért a Veszprémi védekedés szerintem ezt meg fogja oldani, és mondom, hogy 70-30-at adok a Vardar ellen. A döntőt pedig hát ők jártak, és nyilvánvalóan nem most fogják játszani, de jelen esetben az a logikus magyarázat, hogy természetesen a Veszprém nyeri, de azért az sem lesz olyan egyszerű. Úgyhogy én azt remélem, hogy a két csapat a döntőt majd teljes létszámba és teljes erőbedobásra tudja játszani. Onnantól kezdve mindegy, hogy ki nyer, legalábbis számomra, győzön a sport és a kézlabda. Még a Bajnok Ligájában azért ott is remélem, hogy a legjobb csapatokat tudunk kiállni, mind a két magyar csapatnál, illetve a három magyar csapatnál nőket beleértjük, és hát én biztos vagyok benne, hogy lesz Kölnben magyar csapat, hogy hány magyar csapat, illetve melyik magyar csapat, az már kérdéses. Jó, nálam úgy néz ki a jövőkép, hogy Veszprém esetében, ha nem is könnyedén, de a Final Four az a számra elvárást tőlük. Ahhoz, hogy ott viszont előrelépést tudjanak tenni, akár egy döntőbejutást, ahhoz nekik azért még ebben a szezonban fejlődniük kell. Én őtőlük sem láttam ebben a szezonban eddig azt a fajta kraftot a játékban, és főleg mondom, a védekezés az, ahol nekik még előre kell lépniük ahhoz, hogy ők a kölni Final Four esélyesévé lépjenek elő, de én nekik kölni repülőjegyet már most megszavazom. A Szeged esetében a múlt héten meglehetősen szkeptikusan fogalmaztam a Kielel szemben esélyükről, de mondjuk, hogyha egy hasonló kapus teljesítményt tudnak két mérkőzésre felvonultatni, mint ma, akkor azért nem lesz az annyira egyértelmű, mint ahogyan a sokan látják. Úgyhogy most már én is inkább a Zoli véleményén vagyok, hogy talán egy kicsit szorosabb lesz az a történet. És hogyha azon túl is megy a Szeged, utána meg egy Párizs fogja várni. Valószínűleg ugye az erőviszonyok alapján egy Párizs lehet azon az ágon. Hát, hogy mondjam, két ilyen nagy vadat azért már nem lehet elejteni egy puskával. Úgyhogy maradjunk annyi, hogy a Szegednek mondjuk a könyvbejutást nem szavazzuk meg. A bajnokság és a kupa frontján pedig én azt mondanám, a Szeged a Tatabányát le fogja tudni gyűrni a jövő héten, és bejut a kupába is a legjobbak közé, akkor talán ott van a legnagyobb esélye arra, hogy a Veszprémet megszorítsa, ugyanis ott egy meccset kell lejátszani. A bajnoki oda-vissza esetében azért már én azt gondolom, hogy ha a Veszprémnek lesznek is rosszabb periódusai, a hosszabb pad, az erősebb keret azért ő mellettük szól. Tehát én azt mondanám, hogy egy veszprémi bajnoki cím is dukál. Én azt gondolom, hogy a kupa azért remek lehetőség arra, hogy egy meccsen a Szeged felszívja magát, és ezt az aranyat megszerezze. Tehát nyilván nagyon-nagyon hosszú út van még addig, és olyan sok idő már nincs.
Egyébként érdekes, hogy mondtad a Veszprémet, mint tehát Final Four-t, azt én is megszavaznám nekik, sőt, én viszonylag meg, de nem azért, mert olyan jók, hanem azért, mert viszonylag könnyű ágon vannak. Ha most belegondolunk, hogy egy PSG-vel kéne játszaniuk, akkor azért már nem lenne ilyen egyértelmű, de... A Veszprém dolgozott az ágáért, azt el kell mondjuk. Igen, ez így van természetesen, ez nem semmit nem volna az érdemükről, csak mondom, hogy a Final Four-t én is úgy gondolom, hogy meg lehet szavazni nekik, ha nem is láthatatlanban, de szerintem abszolút. Ugye itt is megint csak a kérdés, hogy na, vajon a vírussal mi lesz, de normális esetben a papírforma alapján ott a helyük, ott pedig az a papírforma, hogy egyelőre, hogy nem nyernek volna kulgáját, szerintem. De még van idő, hogy ezen változtassanak, de egyelőre még én sem érzem elég erősnek a csapatot. Vannak jóval erősebb csapatok, illetve meggyőzőbb csapatok szerintem, klubszinten is, nyilvánvalóan klubszinten, úgyhogy a Final Four-t biztosra érzem, egyelőre úgy érzem, hogy a bajnoki a győzelmet, az még ilyen távol nem volt a Veszprémi most, legalábbis ezt most így gondolom. Egyéb hozzáfűzni valamit valakitől? Mert ha nem, akkor meg is köszönjük már a figyelmet ismét. Jól elbeszéltük az időt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Köszönjük!